Úgyhogy azt már megszokhattátok, hogy minden vasárnap tanítok nektek valamit, vagy van egy ilyen kis bűvésziskola rovat ebben a műsorban. Ez a jövő héttől egy picit megújul, és képzeljétek el, egy kollégám elvállalta ezt a dolgot, hogy minden héten különleges mutatványt szállít nektek, különleges mutatvány trükköt mutat nektek, amit el is árul. Lesznek benne olyan mutatványok, amiket el tudtok otthon készíteni, lesznek benne olyan mutatványok, amihez nyilván egy pici kézügyesség fog kelleni, de ez is könnyen megtanulható. Nagyon-nagyon-nagyon nagy repertoárral készül nektek, és egyébként nem is biztos, hogy ismeretlen a számotokra, ugyanis nagyon sokan jártak hozzá annó bűvésziskolában, sőt, ilyen online kurzusai is vannak, úgyhogy ebben a kategóriában azt hiszem, hogy az ország vezető bűvészei közé tartozik, úgyhogy itt lesz velünk jövő héten Damien White, aki mostantól kezdve jövő héten minden egyes vasárnap elhoz nektek egy olyan mutatványt, amit el is árul. Én is egyébként nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen trükkökkel kápráztat el minket, úgyhogy szerintem lesz azért benne olyan mutatvány, amin még én is meglepődök, úgyhogy kíváncsian várom, tehát jövő heti egyik vendégünk Damien White lesz, aki most már az elkövetkezendő időszakban is velünk lesz, csatlakozik a csapathoz, köszönjük szépen innen is neki. Na hát, hogy gyorsan rá is térünk szerintem a lényegre, hiszen gondolom már nagyon sokan várjátok mai sztár vendégeinket, úgyhogy gondoltam, hogy így utoljára mutatok nektek egy nagyon jó kis varázslatot, ugye, mert jövő héttől már kollégám veszi át ezt a stafétabotot. Ha már énekesek következnek a mai műsorban, vagy rapperek következnek a mai műsorban, akkor arra gondoltam, hogy mikrofonokkal fogok nektek mutatni egy varázslatot, úgyhogy készítettünk is egy ilyen kis grafikát. Ezt a két mikrofont le is teszem ide az asztalra, remélem, hogy így live-ban is látszik, mindjárt gyorsan csekkoljuk. A következő kártyákon is mikrofon és a kábelei vannak, tehát így, hogyha ezt a grafikát megnézitek, akkor látható az asztalon három darab mikrofon kábellel ellátva. Tehát egy picit kesze-kusze ez a kép egyébként, tehát három mikrofont látunk három kábellel, és most jön a varázslat, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon figyeljetek, ezt a két mikrofont ide földobjuk, ezt pedig így alulra tesszük, és most figyeljetek, három mikrofont láttunk keszekusza állapotban kábelestől. Most fogom, a két mikrofont megfordítom, nagyon figyelj, most jön a varázslat, és egyszerűen ide a lapok közé benyúlok, figyelj, és mivel van ma két sztár vendégünk, ezért egy mikrofont így ki is varázsolunk, ezt így ki is készítem nekik. Megnézzük a másik mikrofont, hogy elő tudjuk-e varázsolni. Így van, megjelent a második mikrofon is. És gondolom kíváncsiak vagytok arra, hogy miket rejt most ez a három lap. Ezt is megmutatom, hiszen nekem is szükségem lesz egy mikrofonra. Nézzétek csak, két mikrofon eltűnt, sőt a kábelei is eltűntek, és összeállt egy kép. Egy darab mikrofon kábellel, az lesz az enyém. Sziasztok! Itt vagyunk Damien White-tal. Ugye megígértük a Zenémül a Cannibals-es live videó kapcsán, hogy azt a trükköt, azt a mikrofonos trükköt, amit láthattatok, annak a megoldását megosztjuk veletek, sőt, ha jól tudom, hogy a Damien, akkor letölthető lesz ez a grafika, igen, amit erre külön készítettünk, és hát most hivatalosan is megkérem Damient, ugyanis a következő hetekben már a bűvésziskolát ő fogja tartani live műsoraimban, hogy ossza meg veletek ennek a mutatványnak a titkát. Sziasztok, üdvözöllek benneteket! Ahogy Louis is mondta, tényleg letölthető lesz ez a sablon, és akkor mondom, hogy igazából miből is áll ez a set. Így. Ez egy opcionális dolog, hogy ki akarjátok venni így a trükkből a két mikrofont, vagy nem, anélkül is működik. De hogyha akarjátok, akkor nyomtassatok. Én azt javaslom... De azért ez egy jó poén. Ez egy jó poén, igen. Ez kell. Én azt javaslom, hogy egy ilyen sima A4-es lapra nyomtassátok ezt, hogy könnyű legyen, puha legyen, hogy fogalmazhatok. Így ebből kettő darabot kivágtok, szépen. És hát ugye itt éreztette is, hogy ez egy keményebb karton volt. Igen, a fogás miatt fontos az, hogy kemény legyen, mert sokkal könnyebb a fogást így elvégezni. És akkor igazából... És hát ugye van trükkös lap is benne. Így van. Ez a kettő lap
ők nem trükkösek, tehát ahol az egy mikrofon van az egy csatlakozóval, illetve ez a kábelezés, ők nem trükkösek, nekik hátoldaluk is van. Ezt is igazából... Ez nyilván nem fontos, hogy persze, legyen, de... személyre szabottan bármit nyomtathatok a hátoldalán. Ez az egyszerű megoldás. Tehát ez az egyszerű része a trükknek. Jó kis viseletes lett már így a... Igen, mert közben ugye biztos láttátok a videót, jött egy takarítónő és mindent beledobált a szemetes zsákba, és sajnos ezt a trükket ezt is. De nem baj. Úgyhogy ez tök jó, mert azzal mutatjuk be, ami a műsorban is szeretném. Kilapítottuk. Ő a trükkös lapunk, amin a két mikrofon a két csatlakozóval van, ugyanis ő ilyen kétoldalas, tehát a hátoldalán van. És hát akkor jöjjön az összekészítése a dolognak. Ezeket így kinyomtatjátok, elkészítek. Még annyit azért osszunk meg így a nézőkkel, hogy ezek is A4-es lapra lettek nyomtatva, de ugye a nyomtató az nem tud nyomni a szélekre, ezért ki kellett vágni. Ugye, tehát le kellett vágni azokat a fehér széleket, ezeket, ugye itt is voltak fehér szélek, ezeket is le kellett vágni, illetve innen is lett levágva, ugye, egy kis darab, hogy pontosan azonos méretű legyen mind a három lap. Jó, ez tehát fontos, ez fontos, mind a három lap egyforma. Fogás miatt fontos. Na, tehát előkészület, van ez a kis trükkös lapunk, a két mikrofonnal és a kábelezéssel. Bluetech, ez a kis kék ragacs, de igazából használható kétoldalas celluxot is, vagy akár ilyen kis tipulaszot is. A lényeg az, hogy ne erősen ragadjon, ugye, mert akkor nem lehet leszedni a kis mikrofonokat, hanem ilyen lightosan, tehát könnyen leszedhető legyen. A két mikrofont a dupla oldalú lapunknak erre a kábeles részére rá illesztjük. Egyiket és itt volt a másik is, ez igazából teljesen mindegy, hogy hova, a lényeg az, hogy ezek így rá legyenek ragasztva. Ezután megfogjuk, megfordítjuk, így, ahogy tartjuk, fent vannak a mikrofonok, jó, alul a csatlakozók, ez alá jön ez a lap, az egy mikrofonos, és a háta mögé pedig a kábelek, tehát hogyha előről nézzük, akkor ezt látjuk. És ez ugye nyomtatott, és itt titokban, ugye ott vannak hátul ez a két kis mikrofonok. Igen. Tehát előről ezt látjuk, hátulról pedig úgy tudjátok ellenőrizni, hogy minden okés, hogy a hátlap dizájn is ugye egyenesen áll. És ez így, ahogy van, le van rakva az asztalra. És kezdődik a show. Na hát, akkor jöjjön a trükk részletei. Felemeljük ugye a kis három lapunkat, és meg szeretnénk mutatni azt, hogy mind a háromnak ugye egységes hátlap dizájnja van, természetesen nem fedjük fel, hogy itt van egy ilyen dupla oldalú lapunk, ezért azt csináljuk, hogy megmutatjuk előről, ugye a legfelső a dupla oldalú lapunk, azt le is rakjuk rögtön az asztalra, vagy a székre, vagy ahová akarjuk, és utána ezeket már mutathatjuk, és szépen összerakjuk a mi kis ábránkat, amit ugye a live-on is láthattatok, tehát amikor három mikrofont lehet látni, három csatlakozóval. Ezeket szépen így megmutatjuk, mindenki látja. Összeszedés. A középsőt vesszük fel először, ez alá rakjuk az egy mikrofonos lapot, és utána az egésznek az aljára rakjuk így a kábeleket, ne fordítsunk rajta, erre figyeljünk. Összeraktuk. Kész vagyunk, jöhet a trükkös fogás, következő titok, amit itt szaknyelven dublírozásnak, double liftnek hívunk, így van. Ez abból áll, kezdő kedvéért, hogy úgy teszek, mintha a felső lapot megfordítanám, de közben kettőt fordítok meg egyszerre, tehát a felsőt meg az alatta lévőt. Annyit kell csak csinálni, hogy a legalsó lapot ugye elválasztom, és utána a felső kettőt meg tudom egyszerűen fogni, és azt mondom, hogy ezt a felső két mikrofonos lapot, ezt ráfordítom a másik kettő tetejére. Kettőt fordítottam egyszerre. Így hagyjuk, és most jön a mikrofonok kivétele. Itt fordítottam meg ugye a két lapot, tehát ezt hagyom is, nem fordítok rajta. Eljövök. Kinyitom az első kis lapot. Tehát az első lapot kinyitom, és ugye ott lesznek a fölragasztott kis mikrofonjaink automatikusan, innen is lehet ellenőrizni, hogy jól csináltuk-e, amit csináltunk. Csak annyit csinálunk, hogy egy kicsit kinyitjuk, benyúlunk, és
hát meghúzzuk ugye a kis mikrofont. Ez a Bluetech, ez nagyon jól elengedi ezt, és érezted, hogy milyen jól elengedte ezt a dolgot. Egy mikrofon ki, benyúlunk a másodikért, azt is puf, kiszedjük, lerakjuk. És igazából készen is vagyunk, ugyanis, hogyha ezt úgy, ahogy volt, visszarakjuk, és elkezdjük széthúzni ugye a képet, akkor logikusan látszik, hogy jön a kábelezés, és automatikusan igen, összerakódik, megfordítjuk, és igazából nincsen több dolgunk, igen, tehát ez fog kijönni. És egy mikrofon. És a kettő ugye az eltűnt, tehát azok itt vannak külön, tehát igazából egyetlen egy ilyen titkos mozdulat van az egészben, ez a dupla lapfordítás, a többit már ki lehet így. Meg hát azért a sorrendre figyeljetek, tehát nem véletlenül így kell összeszedni az asztalról. No, hát. És ha adhatok még egy tanácsot, szeretem a személyre szabható trükköket, ezt is nyugodtan, ha megvan a sablon, a mikrofonok, meg a kábeleknek ugye a helyeit, ha valaki ért egy kicsit így a képszerkesztéshez, akár kicserélheti kötélvégre, vagy rakhat bármit a másik két dolog helyére, tehát személyre lehet szabni. Abszolút kreatív ez a mutatvány, remélem, hogy sikerült felkelteni az érdeklődést a művészet iránt. Szerintünk ez egy nagyon jó trükk, főleg úgy, hogy saját magatoknak gyártatjátok le ezt a kelléket. Így van, úgyhogy bármilyen méretben. Reméljük, hogy tetszett nektek ez a mutatvány. Köszönjük, hogy itt voltatok, és hát lesznek még ilyen varázslatok. Sziasztok! Sziasztok!